Sziasztok! Összeválogattam nektek 7 gyakorlatot, amit nem a megszokott stílusban fogok végezni, vagy legalábbis nem mindet. Meg fogom mutatni azt is, ahogy helytelenül szokták végezni, és megmutatom azt, ahogy én szoktam. Na hát az egyik legőségibb testépítő gyakorlattal fogjuk kezdeni, a fekvenyomással. Ez az a gyakorlat, amit kétféleképp lehet csinálni, jól vagy rosszul. Nincs harmadik verzió. A testnek egy ilyen kinetikus láncot kell alkotnia. Ez olyan, mintha a vonalzót megfogjátok és összehajlítjátok, a test ekkor a legterhelhetőbb. Szóval a kinetikus lánc az, amikor az egymás mellett lévő izmok bokától tarkóig megtámasszák egymást. Magyarul tetőtől talpig feszítjük az izmainkat. Lefekszek, váll és lapocka leszorít, fenék megfeszít és lent marad, a hátat pedig amennyire tudjuk, homorítjuk. A könyököt azt nem nyújtjuk ki soha teljesen, ízületre nem terhelünk rá, nem feszítünk rá. És ami nagyon fontos, hogy könyöknek a pozíciója ne a váll mellett legyen, hanem egy kicsit alatta. Mert hogyha a váll mellé kitesszük a könyököt, az nagyon vállgyilkos tud lenni. A hibát így követik el, és ebből van a rengeteg válsérülés. Na, mutatom a rossz verziót. Amikor megfogják, nagy terpesz, megtámaszkodnak, és innen húzzák. Ez így nem jó. Kurva nagyot lehet így húzni. De amit mi szeretnénk, hogy a széles hátizmunk minél nagyobb terhelés alá kerüljön, és hogy szélesedjen a hátunk, ezzel a típusú evezéssel sajnos elkerüljük. Megmutatom akkor, hogy hogy kellene jól csinálni. A sarkat és a csípőt behozzuk a hát és a törzs irányába. A súlyzót pedig nem ide húzzuk, a könyök nem kifele néz, hanem befelé és csípőhöz. Jó? Lehet, hogy nem fogunk tudni akkora súllyal dolgozni, viszont sokkal hatékonyabb lesz a gyakorlat. És ugye a kedvenc vállgyakorlatom az az oldalemelés. Válledzésre, szinte minden válledzésre csinálok valamilyen intenzitás növelő technikát. A csökkenősorozat, superset, reset, vagy épp amit most be fogok mutatni. Ez egy sima váltott kezes oldalemelés, de úgy fogom csinálni, hogy 8-at emelek jobb kézzel, 8-at ballal, nem állok meg, hanem még egyszer megismétlem, így a vér, miközben tartom a súlyt, ugyanúgy benne marad a vállizmokba, és a második gyakorlat az sokkal intenzívebb lesz, nehezebb, és nagyon jó felpumpálja a vállizmokat. Ne csináljátok nagy súllyal. Ennél nagyobb súllyal szoktam csinálni, olyan 22-ig szoktam felmenni, de nehezebb ez a gyakorlat, mint egy normális álló oldalemelés, úgyhogy kisebb súllyal kezdjétek. És amit tanácsolni tudok, hogy ti is használjátok gurtnit, mert ha nem használjátok, nagyon hamar elfárad az alkar, és nekünk itt most nem az a célunk, hanem hogy a vállunk jól bedurranjon és szélesítjük. Na, most következő triceps gyakorlat, ez egy igazán old school gyakorlat lesz. Az edzőtársaimat mindig kikészítem vele, hogy csináljuk ezt, ez a nyomáshúzás. Ez végigkísérte az én testépítő pályafutásomat. Hát nagyon kevés triceps edzésből hagyom ki.
amikor engeditek hátra a súlyt, nagyon fontos, hogy ne a brachiális és a bicepszel támasszátok. Ugye könnyen összeér itt a két izomcsoport, és leveszi a terhelést a tricepsről. Inkább egy kicsit jobban ki kell nyújtani, mondjuk ilyen derékszögbe, és akkor a triceps fog dolgozni. Jó? Tök egyszerű gyakorlat, viszont imádni fogjátok. Én 10-12 ismétlést szoktam csinálni, borzasztóan beég, bedurran, kedvenc. Biceps gyakorlatnak ezt az evező csigán végzett ülő biceps gyakorlatot választottam. Hát, ha újat tudok ezzel is mutatni. A biceps edzésem második gyakorlata szokott lenni, már szerintem évek óta. Nagyon jól rá lehet koncentrálni a bicepsre, nem rángatja az ember, nem csal vele. Meg úgy gondoltam, hogy egy álló biceps gyakorlatot felesleges lenne bemutatnom, azt látjátok mindenhol. Majdnem minden biceps gyakorlatot francia ruddal szoktam végezni. Én sérülékenyebbnek érzem a bicepsemet, hogyha mondjuk egyenes ruddal csinálom, de ez nem jelenti azt, hogy ti ne végezhetnétek azzal. Szűkfogás, megtámasztjuk a hátat, homlokhoz behúzzuk, ráfeszítünk a bicepsre, és szép lassú negatívban engedjük vissza. Amit mindig tanácsolni szoktam ennél a gyakorlatnál, lassú legyen a negatív, körülbelül egy másodperces dinamikus pozitív szakasz legyen, és 2 másodperc legyen a negatív. A csúcs összehúzódásnál pedig feszítsünk rá, ezt pont úgy kell elképzelni, mint ha a csajodnak megmutatnád a bicepszed. Egy pont ugyanolyan feszítést kell végrehajtani. Én ülve jobban szeretem csinálni, de lehet csinálni fekve is, úgy még kevésbé fogod rángatni. Na, a most következő gyakorlat, ez egy lábtolón végzett, bár ez a gép egy ilyen hibrid gépnek mondanám, mert ez a lábtolásnak és a guggolásnak egy keveréke, akár mondhatjuk azt is, hogy guggológép, mert teljesen ugyanaz a mozdulat, hiába fekve végezzük. Egy Dennis James féle gyakorlatot fogok megmutatni. Egy lassú, három sima, mi így hívjuk. 2013 óta csináljuk ezt a gyakorlatot, és nagyon sokat hozott a combomon. Tényleg a legnehezebb lábgyakorlat. 4-szer ismételjük meg ezt az egy lassút. Itt a lassú legalább 4-5 másodperces statikus szakasz, szóval összesen 16 ismétlés. Szóval ez egy abszolút ego gyilkos gyakorlat. Nem fogjátok tudni nagy súllyal csinálni, viszont hogyha le tudjátok küzdeni az egót, és kitartotok ez a gyakorlat mellett, szinte biztos vagyok benne, hogy méretbe nagyon sokat fog javulni, sőt minőségben is a combotok. Nekem egyébként 15 darab 25 kilós lap a rekordom, azt fölé egyszerűen nem lehetetlen menni, vagy számomra lehetetlen menni. Borzasztó nehéz, de aki eljut a 10 lapig, az már szuper. Hetedik gyakorlatnak pedig a combhajlítót választottam, most fekve fogjuk végezni, de aki már érzi a combhajlítóját, annak egyébként teljesen mindegy, hogy ülve, állva, fekve végzi, érezni fogja. Gyakorlat lényege, hogy helyesen csináld, abban rejlik, hogy a csípődet és a combot felső részét leszorítod a padhoz, és miközben hajlítod a lábadat, a térdedet fogod emelni. Hát az emberek 90%-a azt pont fordítva csinálja, a térdét szorítja le, a csípőjét megemeli, és így néz ki valahogy a gyakorlat, amikor csinálják. Kinyomják a feneket, a térdet fel. És akkor leveszik a combhajlítóról a terhelést. Jó? Csípő,
meg a comb felső része fog leszorulni, a térdet pedig emeljük. Ha nem is emelet fel szó szerint, az az érzés legyen meg. És én nem szoktam teljesen lehasalni a padra, hogyha lehasalok, akkor már én nem érzem annyira, mintha egy kicsit homorítok itt is. Felhangosították a zenét, de reméljük érteni fogjátok, amit mondok. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el használni a kódomat, ami a kökény 5.